Milyen nehézségekkel kerülünk szembe, ha egy embert akarunk juttatni egy másik bolygó felszínére? Valóban csak pénzkérdése a dolog, és a technológia tulajdonképpen már évek óta készen áll. Miért hagytuk abba a 70-es évek elején a Holdra szállásokat, és miért most is csak a Hold az elsődleges cél az Artemis programnál? Szemeket az égre, indulunk! Egy emberes küldetéshez a Marshoz három dologra van szükség. Technológiai megoldásokra, a költségek fedezésére és hajlamra, hogy végrehajtsuk ezt a csodálatos tettet. Bármelyik hiányzik a háromból, nem lesz kivitelezhető a projekt. A 60-as években ez mind megvolt ahhoz, hogy bakancs kerüljön az égi kísérőnkre, de a háromból az egyik eltűnt a 70-es évek legelejére, és költségvetés hiányában hiába volt meg a technológiai háttér és az elszánt akarat, a Holdra szállások története 1972 végére véget ért. Majd az Apollo programot még három Skylab és egy Apollo Soyuz küldetés után véglegesen nyugdíjazták. A technológia rengeteget fejlődött az elmúlt 50 évben. Most mégsem a Mars áll a célkeresztben, hanem megint csak a Hold. Az Artemis program keretein belül a NASA azon dolgozik, hogy 2024-re újra bakancs kerüljön a Hold felszínére. Bár az egész projekt jelenlegi helyzete miatt csodálkoznék, ha ez 2026 előtt megtörténne, akkor is nyilvánvaló, hogy az első emberes Mars küldetések még a kanyarban sincsenek. De miért? Az egyik legnagyobb különbség egy Hold és egy Mars misszió között a küldetés időtartama. Míg a leghosszabb Apollo küldetések valamivel több mint 10 naposak voltak, addig egy Mars utazás legalább 2 évet venne igénybe. Ennek nem csak az az oka, hogy a Mars jóval távolabb van a Földtől, hanem az is közrejátszik, hogy ez a távolság nem állandó. Akkor érdemes űrhajót küldeni a bolygó szomszédunkra, amikor a legközelebbi távolság körül jár, így sok hajtóanyagot spórolhatunk meg, amivel növelhetjük az űrhajó hasznos tömegét. A jelenlegi technológiával egy ilyen utazás 6-8 hónapig tartana, amivel alapvetően még nem is lenne gond. A nemzetközi űrállomáson, azaz az ISS-en rendszeresen vannak fél éves missziók, amikor egy 2 vagy 3 tagú legénység megszakítás nélkül fél évet tölt az űrben. Viszont a Mars utazásnál ennyi idő lenne csupán a bolygó megközelítése. Ekkor jönne még csak a landolás, ami még ha el is maradna, akkor sem tudnának egyből visszajönni. Hiszen az eltelt fél év alatt a Föld már a nap túloldalára kúszott, így jóval nagyobb a távolság, mint az út legelején. Mivel a Mars körülbelül 2-szer annyi idő alatt kerül meg a napot, mint a Föld, ezért körülbelül 2 évente van lehetőség az oda- vagy visszautazásra. Tehát akár maradnak az űrhajósok az űrhajójukkal Mars körüli pályán, akár landolnak, 1 évet kell várniuk, hogy elindulhassanak egy kedvező pályán vissza a Földre. Ugye mondanom sem kell, hogy ez az út pedig ismét körülbelül fél évig tartana. És hogy mi ezzel a probléma? Nos, az előző részekben, amik az űrállomásokról szóltak, már részletesen elemeztem a mikrogravitáció, azaz a súlytalanság sajnálatos hatásai. Mivel az izmaink alig vannak használatban, így szó szerint sorvadni kezdenek. A csontjaink nem tartanak terhet, ezért a belső szerkezetek ritkulni, tehát gyengülni kezdenek. Az egyik legrosszabb hatás pedig, hogy mivel a szívünknek nem kell erősen vernie, hogy a vért felpumpálja az agyba, mivel a súlytalanság állapotában nincs fent és lent, így az is egyre gyengébben ver, és a hónapok alatt rengeteget veszít a szív a tömegéből. Az orvosok már a 70-es, 80-as években vizsgálták a hosszú távú űrutazás káros hatásait. Nem egyszer fordult elő közel 1 éves misszió, amit csak úgy tudtak maradandó károsodás nélkül átvészelni az űrhajósok, hogy minden nap edzettek az űrben. Igen, a hosszú távú küldetéseknél, ahogy napjaink van az ISS-en, minden űrhajósnak kötelező a napi minimum 1,5 órás gondosan összeválogatott testmozgás elvégzése.
ezekkel a gyakorlatokkal újra terhelhetőek az izmok nagy része, terhelhetőek a csontváz bizonyos részei, ezért ha nem is maradéktalanul, de fenntartható a fizikai erőnlét. Ám egy idő után ez sem lesz elég. A leghosszabb megszakítás nélküli űrhajózás Valerij Poljakov nevéhez fűződik, aki orvosként vett részt a világrekordot jelentő kísérleten. A Mir űrállomáson megszakítás nélkül 437 napig dolgozott. Azt akarta bizonyítani, hogy a rendszeres edzéssel fenntartható a szervezet egészsége, és amikor visszatért, a saját lábán sétált az őt elszállító terepjáróhoz. Bár ez inkább a rendkívüli akaraterejének volt köszönhető, mintsem a kifogástalan fizikai állapotának. A fél éves, pláne a még hosszabb expedíciók után hetekig tart, míg újra magabiztosan tud sétálni és mozogni az ember a föld felszínen tapasztalható 1G-s terhelés mellett. De ahhoz, hogy az összes izom és csonttömeg is visszanyerje az eredeti tömegének legalább 90%-át, ahhoz már legalább fél évre van szükség. Szóval elengedhetetlen lenne egy olyan eszköz kifejlesztése, ami képes a földi gravitációs erőket szimulálni egy hosszabb űrutazás során. Ezekről a szerkezetekről, centrifugákról már részletesen említést tettem az ISS-ről szóló epizódban, így ebbe most nem is mennék bele. Tételezzük fel, hogy a szervezetre gyakorolt káros hatásokat kiküszöbölik a tudósok. Ez esetben milyen megoldásokat kell még kifejlesztenünk egy marsi utazáshoz? Rendkívül fontos dolog az ellátmány pontos mennyiségének megválasztása. Egy legalább 5 fős személyzet legalább 2 évig tartó utazására rengeteg élelmet és vizet kell raktározni. Olyan sokat, hogy lehetetlen lenne egy rakétával a legénységgel együtt a Marshoz eljuttatni. Két megoldás marad. Vagy előre a Marshoz küldeni az ellátmányt, vagy a lehető legtöbb táplálékot újrahasznosítani. Ez elég gusztustalannak hangzik, és tulajdonképpen az is. Az ISS fedélzetén már évek óta bevált módon működik egy víztisztító és forgató berendezés, mely az űrhajósok izzadságát, kilehelt páráját és bizony a vizeletüket szűri meg egy fordított ozmózis nevű eljárással. Az így kinyert víz pedig ivóvíztisztaságú. Tehát a víz újrafelhasználása már megoldott dolog. De mi lesz az étellel? Az előre csomagolt ételekből még a föld felszínén eltávolítják a víztartalékuk 90-95%-át. Szerencsére az elfogyasztott táplálék nagy része víz. Így az űrben elfogyasztott tápanyag nagy része a vizelet révén újra felhasználhatóvá válik. Na de mi lesz a széklettel? Ez egy nagy talány. Léteznek olyan gombák, amik remekül megélnek az emberi ürülék adta szerves anyagokból, majd ezek a gombák akár egyfajta pogácsává formálhatók, amik tartalmaznak minden szükséges tápanyagot, de ki akar ilyet enni 2 éven át? Valószínűleg nem sokan. Így egyelőre ez a dolog csak egy fura kísérlet ahhoz, hogy talán egyszer majd paradicsomot, paprikát és egyéb növényeket is termelhessünk az emberi székletből. Tételezzük fel, hogy a táplálék kérdése is megoldásra lel. Mivel kell még szembenéznünk? Például a sugárzással. A Földnek van egy rendkívül nagy tömegű, masszív vasmagja, ami képlékeny állapotban forog a Föld mélyén. A forgóvas pedig mágneses teret gerjeszt. A gerjesztett mágneses tér pedig képes a napból érkező rendkívül nagy erejű és romboló hatású sugárzást eltéríteni a Föld felszínétől. Viszont a Mars egy jóval kisebb bolygó. Ha van is olvadt vasmagja, közel sem gerjeszt megfelelő mennyiségű mágneses teret, ami képes lenne védeni a Mars felszínén lévő biológiai életet. Ezért, ha megvetjük lábunkat a Marson, ráadásul ezt hosszú távra tervezzük, az űrhajósokat meg kell óvni a sugárzástól. Ennek két megoldása létezik. Vagy olyan anyagokból építünk lakóhelyet, mely sugárzás elnyelő anyagokból, például tömör, ólomból vannak, vagy olyan helyen rendezkedünk be a Marson, ahol kisebb a sugárzás mértéke, például a föld alatti rétegekbe. Ez utóbbi tűnik a logikus választásnak.
Ha kifejlesztünk olyan nyomásálló felfújható lakóhelyet, mint például az ISS-en jelenleg is tesztelés alatt álló Beam modul, akkor a könnyű szerkezetet pár méterrel a Mars felszíne alatt található üregekbe, barlangokba telepítve hosszú távú lakóhelyük lehetne az űrhajósoknak. De mi van az oda és vissza úton kapott sugárzással? Nos, erre is megoldást kell találnunk. Azt tapasztaltuk, hogy a szerves anyagok vagy a nagy víztartalmú anyagok rendkívül jól nyelik el a sugárzást. És miben található sok szerves anyag? Hát az előre csomagolt élelmiszerben. Tehát ha az űrhajót kibéleljük az előre csomagolt élelmiszerrel, akkor a sugárzás ugyan az élelmiszer szerves anyagtartalmát roncsolná, de ezzel a roncsolással energiáját el is veszíteni. Így nem károsítaná az űrhajósokat. A roncsolt élelmiszer pedig semmilyen káros hatással nem lenne az emberi szervezetre, maximum az állagán változtatna valamennyit. A kérdés persze az, hogy ahogyan fogy az élelmiszer az űrhajó burkolatáról, a sugárzás mértéke is megnő, így erre is megoldást kell találni még a mérnököknek. De egyáltalán milyen rakétával juttatunk el a Marshoz ekkora terhet? Űrhajót, asztronautákat, több évi élelmet, ivóvizet és persze megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Bár a NASA által tervezett SLS továbbfejlesztett verziói képesek lennének az Orion űrhajót eljuttatni a Marsig, de ahhoz már nem lenne elegendő üzemanyag, hogy leszálljanak a vörös bolygón, mint ahogy ahhoz sem, hogy onnan visszainduljanak. Mi tehát a megoldás? Egy igazán költséges és rendkívül bonyolult új hordozórakéta tervezése és építése helyett egyszerűbb, ha a helyszínen tankoljuk meg az üzemanyagtartályokat. Jó, de benzinkutakra senki nem számít a Marson, akkor mégis hogyan jutunk ott üzemanyaghoz? A válasz egyszerű. Vizet kell bányásznunk. Igen, a víz hidrogénből és oxigénből álló molekulák tömkelege. A két elem elektrolízis során elválasztható egymástól, és a két komponens stabilan működik rakéta üzemanyagként. A feltétel csupán annyi, hogy a tartályok a rendelkezésre álljanak, és persze biztosítottak legyünk afelől, hogy találunk vizet a Mars felszínén, és hogy lesz eszközünk a kinyeréséhez és a szétválasztásához. A legfrissebb kutatások szerint a Mars felszínén a kelleténél is nagyobb mennyiségű víz található. Ez a víz a felszín közelében a fagyott állapotban, de a mélyebb rétegekben szinte biztosan folyékony állapotban is fellelhető. Az Artemis program első szakaszában a Holdra koncentrál az amerikai űrügynökség, és pont a Mars utazáshoz szükséges technológiákat akarják kifejleszteni. Így a Hold felszínén feltehetően még ebben az évtizedben az ember azon fog dolgozni, hogy vizet termeljünk ki a Holdon. De mi van, ha megvan az űrhajó, megvan az ellátmány, megvan az üzemanyag kérdés is, de az űrhajós egy parancsra azt mondja, hogy nem? A kérdés banálisan hangzik, de egyre jobban gondoljuk azt, hogy egy ilyen küldetésen elengedhetetlen, hogy az asztronauták jól érezzék magukat. Gondoljunk bele, az első űrhajósok szinte kivétel nélkül katonák voltak, akik nem mérlegelték a parancsokat, hanem végrehajtották őket. Ám ahogy az évek során egyre hosszabbak lettek a küldetések, az órákból napok, a napokból hetek lettek, sőt, a Skylab küldetéseknél már hónapok. Mi van akkor, ha egy űrhajós elfárad? Ha rossz a kedve, de a projektnek mennie kell tovább? Olyan eszméletlen költségekről beszélünk, hogy szinte már nevetségesen hangzik, hogy egy űrhajós sztrájkjával tartsa sakban az emberiséget. Ez pedig csak úgy lehet elkerülni, ha az asztronauta akar dolgozni és szereti, amit csinál. Ehhez nem elég a fanatikusokat összeválogatni, szakértelemre is szükség lesz, és arra, hogy a misszión dolgozók jól kijöjjenek egymással. Az első űrhajósok kiképzésénél még csak a rátermettség és a szakértelem számított. A legjobb pilótákat toborozták a küldetésekhez. Ahogy az űrhajósok feladatai bővültek, főleg az űrállomások kezdetén már nem volt elég, hogy az ember csodálatos pilóta. Rendkívüli tudással kellett rendelkeznie az adott kutatási területen. Így kerültek az űrbe a legjobb orvosok és a legjobb mérnökök is. De egy két éves Mars misszióhoz már ez sem lesz elég.
Több kísérlet is folyt már a világ több országában, ahol az önkéntes legénységet több száz napra zárták össze munkavégzéshez. Azt vizsgálták, hogy ilyen elszigetelt környezetben hogyan tud egy csapat a leghatékonyabban dolgozni. Az eredmények azt mutatják, hogy nem lesz feltétel, hogy a legeslegjobb pilóta, a legeslegjobb orvos és a legeslegjobb mérnök kerüljön az űrhajóra. Úgy gondoljuk, hogy sokkal célszerűbb azt vinni, aki jó csapatjátékos. Persze neki is kiváló képességekkel kell rendelkeznie, de csupán az, hogy ő a legjobb az adott területen, már kevés lesz a jövőben. Ezzel elérhető, hogy a legénység komplex rendszerként működjön, ne keletkezzenek klikkek vagy olyan egyedek, akikkel a többiek nem szívesen kommunikálnának. Van egy elmélet, hogy a jövőben hogyan bonyolíthatunk le hatékony, költségkímélő módon hosszú távon fenntartható földmars utazásokat. Az elméletet nem akárki dolgozta ki, hanem Mr. Rendezvous, azaz Buzz Aldrin, aki Neil Armstrong mellett a második emberként lépett a hold felszínére. A Mr. Rendezvous becenevet azért kapta, mert az űrhajók megközelítési manőveréből doktorált, így kiemelkedő szakértőnek számított az űrrendezvúk terén. Az elmélet szerint első lépcsőben egy újra tankolható cirkálót állítunk föld körüli pályára. A cirkálóhoz kisebb űrhajókkal lehet csatlakozni, az űrhajókról a legénység és az ellátmány átkerül a cirkálóba. Ez a cirkáló a hajtóműveivel Mars irányú gyújtást végez, mellyel egy pár hónapos út veszi kezdetét a vörös bolygó felé. A Mars közelében pedig egy Mars kerülő manőverrel újra felgyorsulva visszaindul a Föld felé. A Mars megkerülése közben viszont lenne pár óra a legénységet és az ellátmányt egy másik kisebb kompra áthelyezni, ami képes majd a Marson landolni. A kis komp landolni tud a Mars felszínén, az üres cirkáló pedig lendületet szerezve azonnal visszaindul a Föld felé egy újabb pár hónapos útra. A Földhöz érkezve az egész folyamat megismétlődik. Előre föld körüli pályára állított tankerek tankolják fel a cirkálót, a kisebb űrhajókból újra legénységgel és vagy ellátmánnyal tölthetik meg a járművet, ami a Földet megkerülve egy hintamanőverrel azonnal indul vissza a Marshoz. Az elmélet lényege, hogy a cirkáló folyamatos mozgásban van, így a folyamatos hintamanőverekhez csak egy-egy lökésre van szükség. Ami viszont szükségszerű, hogy a cirkáló gyorsan újra tankolható és beköltözhető legyen, mert erre alig lesz 6-8 órája a legénységnek. És szintén rendkívül fontos, hogy a Marson megbízható módon tudjunk vizet bányászni, és ezt a vizet elemeire bontani. Ha egyszer a Mars utazás olyan gyakori lesz, mint a luxusnyaralás most a Bahamákon, és végre megépül a cirkáló, nagyon csodálkoznék, ha nem a Buzz Aldrin cirkáló névvel lenne ellátva ez a remek ötleten alapuló konstrukció. Így az Artemis program elkövetkező éveiben arra összpontosítunk, hogy minden technológiát kifejlesztünk ahhoz, hogy egyszer ember jusson egy másik bolygó felszínére. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és írd meg kommentben, hogy melyik infó tetszett a legjobban. Vagy csatlakozz, és legyél csatornatag az extra tartalmakért.